Egy kifejezetten Budapestet érintő, a következő napokban megjelenő kormányhatározatról, a kormánydöntésről szeretnénk beszámolni. Budapest és különösen a külső kerületek egyik nagy problémája, hogy még mindig vannak olyan utak, amelyek nincsenek lebetonozva, és nyilvánvaló, hogy ez a mindennapi életminőséget, életszínvonalat érintő kérdés. A budapesti Fidesz és különösen Szatmári képviselőtársam az elmúlt egy évben mindent megtett annak érdekében, hogy garanciát és forrást szerezzen a kormánytól arra vonatkozóan, hogy belátható időn belül egy évekre lebontott program keretében Budapest közigazgatási határain belül valamennyi út le legyen betonozva. Ez komoly forrásokat igényel. Összességében ma 325 kilométernyi út van Budapest területén, amelyet ez a program érint, és ennek az összköltsége mintegy 100 milliárd forint. A kormány döntés megszületett, a kormány határozat a miniszterelnök aláírására vár, ami ilyen szempontból már csak formalitás, úgyhogy néhány napon belül a magyar közlönyben hivatalosan is meg fog jelenni, hogy a kormány a következő, az idei és a következő 4 évre elosztva garantálja azt, hogy 2022 végéig nagyjából egyenlő vagy egyenletes ütemben megtörténik az összes kerület összes még nem lebetonozott útjának az aszfaltozása, és ezzel a 100 milliárdos kiadással gyakorlatilag különösen Budapest külső kerületeiben az életminőség, az elérhetőség és a közlekedés nagymértékben javulni fog. Részletek ismertetésére és a helyi képviselő, illetve a Fidesz által folytatott heroikus küzdelem ismertetésére átadnám a szót Szatmári Kristófnak. Én is köszöntök mindenkit, és hagyd kezdjem azzal, amivel a frakció vezető abba hagyta. Valóban egy évvel ezelőtt döntött a budapesti Fidesz, hogy kezdeményezi ennek a programnak az elindítását. Ugye itt elég sok munka volt, hiszen föl kellett mérni pontosan az összes külső kerületnél, hogy melyek azok a közutak, amelyek ma még nem rendelkeznek szilárd útbukorattal, nevezzük inkább így. És ugye itt nem csak szilárd útbukoratról van szó, hanem ezzel együtt csapadék csatorna kiépítéséről is, hiszen a rendeletek ezt kötelezővé teszik. Az összesítés elkészült, és az az örömhír, mondhatom azt, nem is inkább a mi számunkra, bár a mi számunkra is, hiszen a munkánknak ez egy elismerése, de azt hiszem, hogy több százezer budapesti lakos számára, főleg külső kerületi lakos számára, hogy a kormány garanciát vállal arra, hogy az elkövetkező 4 évben ezt a közel hozzávetőkesen 100 milliárd forintot a külső kerületek rendelkezésére bocsátja ahhoz, hogy ezeket az utcákat leaszfaltozzák. Most itt tavasszal talán nem kell különösebben képletesen elmondani, hogy mit élnek át ezek a lakosok, hiszen télen sár, nyáron por keseríti ennek a több százezer budapesti lakosnak az életét. Ha csak a saját választókerületemről beszélek, a 16. kerület, ami egyébként egy ilyen közepesen támogatott kerület, hiszen például a 17. vagy a 3. kerületben jóval több ilyen út van, a 16. kerületben közel 16 kilométer ilyen út van, ez 50 utcát jelent, közel 1500 családdal. Valóban itt azt lehet mondani, hogy télen sárba dagonyáztunk, nyáron a por zavarta az ő mindennapi életüket. Azt mondom, hogy ez a kényelemre, a mindennapi élet könnyebbségére egy óriási hatással lesz. Nem beszélve arról, hogy azt gondoljuk egyébként, hogy Budapest, mint a Európa egyik kiemelkedő idegenforgalom és egyéb fővárosa nem maradhat földutakkal. Azt tudom mondani, hogy valóban ez egy örömhír, és ugye az ütemezés azért is szükséges talán csak a részletek miatt, mert ugye itt terveket is kell készíteni. Egy része egyébként, például a 16. kerületre tudok példát mondani, ott már az utak felére gyakorlatilag elfogadott kiviteli tervek vannak, tehát gyakorlatilag holnap indulhatna a munka, de jó néhány útnál még tervezni kell, ezért is van ez a 4 éves ütemezés, amire azt gondolom, hogy a tervezés kivitelezéssel együtt valóban ez a 2022 az a legutolsó dátum, amikor kivonthatjuk azt, hogy Budapest összes földútja megszűnik a kormány segítségével. Köszönjük szépen, vannak kérdések, először a témában tessék. Kilométer fölött van, 325 kilométer a mi fölmérésünk alapján, tehát a kerületekkel vagy összetés alapján a ma még nem szilárd útbukorattal rendelkező földutak hossza Budapesten. Azt is hozzá tudjuk tenni, hogy a legnagyobb terület kiemelkedően nagy két kerületnek az aránya,
mert a 325 kilométerből majdnem 80 kilométer a 17. kerület, és 64,5 kilométer a 3. kerület. Ez a két kiemelkedően nagy haszonélvezője ennek a döntésnek. De hozzáteszem, hogy majdnem mindegyik kerületben, tehát hogy hazabeszéljek például a 12. kerületben is, több mint 5 kilométernyi földutat kell lebetonozni, és általánosságban azt mondhatjuk, hogy 5 és 15 kilométer között van a többi kerületben is a lebetonozandó szakasz. Még annyit hagyják hozzá, hogy már nincs neve a programnak, de talán a számok nagyságából látszik, hogy akár itt a Modern Városok program után ezt nevezhetnénk modern fővárosi kerületek programjának is, mert azt gondolom, hogy ez te valóban egy 21. századi modern kerületbe elvárás, hogy ne legyenek földutak. Van-e a témában további kérdés? Igen. Mondhatjuk akkor, hogy a program lezárultával nem marad földút a fővárosban? Ez egy ilyen 4 éves távlat említettek? Így van, azért 4 éves távlat, mert mondom, sok helyen még tervezni kell, és mint említettem, nem csak az aszfaltos utat jelenti ez, hanem a csapadék csatornát is tartalmazzák ezek a költségek, de igen, az a cél, és minden reményünk megvan, hogy 2022-re megszűnik az összes földút.